Jó napot kívánok! Ma van 4 éve annak, hogy az első kerületiek bizalmat szavaztak nekem, és megválasztottak a kerület polgármesterévé. Ebben a ciklusban olyan kihívásokkal találkoztunk, amire nemhogy nem számítottunk, hanem évtizedek óta senki nem találkozott vele. Ilyen például a koronavírus járvány és a szomszédunkban elindult háború. Ráadásul a kormányzati elvonások, az elszálló energiaárak és a 20% fölötti infláció is különösen nehézé tette az önkormányzatok működését az elmúlt 4 évben. Mindezek ellenére számos eredményt értünk el, ezekről szeretnék egy kicsit beszélni. 3 területre koncentráltunk az elmúlt évek során. Az egyik a közterületeink megújítása volt, a másik a szolgáltatások fejlesztése és az átlátható működés, a harmadik pedig a közösségi élet és az állampolgári részvétel támogatása. Kicsit részletesebben. A közterületekkel kapcsolatban az alábbi eredményeket értük el. Megújítottuk a Batthyány teret, ahol korábban buszok parkoltak, most virágágyások vannak és emberek napoznak. Nagyívű játszótér fejlesztési programot indítottunk, koncentrálva arra, hogy minden évben egy új kerületi játszótéren nyissunk mosdót, WC-t, mosdót és pelenkázót, ezzel is segítve a kerületi családok életét. Felújítottuk a Táncsics Mihály utcát. Felújítottuk a fővárosi önkormányzattal együttműködésben a Hattyú utcát és a Tabáni közparkot egy új játszótér kialakításával és több mint 100 faültetésével. Ezen kívül szintén a fővárosi önkormányzattal együttműködésben megkezdtük a vérmező felújítását egy közösségi tervezési folyamatban. A szolgáltatások terén. Létrehoztuk a budavári lakásügynökséget, azért, hogy az üresen álló kerületi magánlakások bevonásával megfizethető lakhatást teremtsünk azoknak az embereknek, akik a kerületiekért dolgoznak, pedagógusoknak, egészségügyi dolgozóknak, rendőröknek, tűzoltóknak. Fejlesztettük a nyári táborainkat, az Amádi és a Horányi üdülőt, és ráadásul nyári táborpályázattal segítettük azokat a kerületi pedagógusokat, és civil szervezeteket, civil közösségeket, egyházközségeket, akik nyári táborozást szerveztek a kerületi gyerekek számára. Nyitottunk egy új orvosi rendelőt, és a többi rendelőnket, valamint a Maros utcai szakrendelőt felújítottuk, és egy teljesen új informatikai rendszerrel láttuk el, teljes körű orvosi műszerfejlesztést hajtottunk végre. A pályázatok rendszerét is megújítottuk, 4-szeresére nőtt a civil és egyházi támogatásoknak a köre, kertszépítési pályázatot, lakásokra szóló energiahatékonysági pályázatot indítottunk, és idén 200 millió forinttal támogatjuk a társasházak felújítását. Jelentősen javult az önkormányzati ügyintézés minősége, ehhez is informatikai fejlesztéseket nyújtottunk, és újra gondoltuk ezeket a szolgáltatásokat. Évtizedek óta először a kerületi önkormányzati tulajdonú lakásállományt felmértük, döntést hoztunk arról, hogy hogyan szeretnénk hasznosítani az üresen álló lakásokat, és szociális bérlakás pályázatot indítottunk. A kerületi iskoláknak is támogatást nyújtunk. Egyrészt egy egyszeri több mint 200 millió forintos pénzösszeggel támogattuk a tankerületet azért, hogy a kerületi iskolákban műszaki fejlesztéseket hajtson végre, mint például kazánycsere, vagy ablakcsere, vagy felújítások. Ezen kívül most már 4. éve minden évben 30 millió forint támogatást nyújtunk a tankerületnek azért, hogy minden iskolában, minden kerületi iskolában legyen iskolapszichológus, fejlesztő pedagógus és pedagógiai asszisztens. Elindítottuk a budavári életjáradék programot, aminek az a célja, hogy azok a kerületi idős emberek, akiknek a magántulajdonú lakásuk fenntartása nehézségeket okoz, azok szerződést kötnek az önkormányzattal, és életük végéig havi jelentős életjáradékkal segítjük az ő minőségi életüket. Mi történt a közösségi életben? Felújítottuk, illetve átadtuk az új Márai Sándor művelődési házat. Ez egy 2,5 milliárd forintos beruházás volt, a Krisztina tér egyben áll, egy teljesen új, modern művelődési házat kapott a kerület. Megnyitottunk egy új közösségi kertet, eddig nem volt közösségi kert a kerületünkben, és olyan nagy sikerül ez a program, hogy most tervezzük a következő közösségi kertnek az átadását. A Virág Benedek házban egy új közösségi teret alakítottunk ki, és a Virág Benedek házat egyébként is megnyitottuk a kerületben élők számára. Mint tudják, a Magyar Posta bezárt számos postát, itt a mi kerületünkben minden postahivatalt bezárt egy kivételével.
De ez megnehezíti a kerületben élők életét, ezért most már második éve azért dolgozunk, hogy meg tudjunk nyitni két kerületi postapontot. Ez most már nagyon közel van, a Batthyány utca elején, illetve itt fent a várban, az önkormányzat ügyfélszolgálatán egy-egy postapont megnyitásán dolgozunk. Sikeresen pályáztunk bölcsődeépítésre, 300 millió forint támogatást nyertünk el, és már a közbeszerzési eljárása is lezajlott a Naphegyi mini bölcsőde kivitelezésének. Jövő év végére 3 új mini bölcsődét nyitunk a Dezső utcában. Mi maradunk és dolgozunk tovább az első kerületiekért. Éppen ezért el fogok indulni 2024-ben az önkormányzati választásokon polgármester jelöltként. Hajrá Budavár!